Szevasztok srácok, Zoom vagyok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Wide vasárnap. Ugye nem felejtettétek el átállítani az órát, mert hajnali 2-et, illetve 3 óta nyári időszámításban vagyunk. Apropó órák, kövessétek az ajánlott kártyák között a másik csatornámat, hogyha érdekes számotokra az óra, meg az ilyen időméréses dolgok. Na de teljesen más, ugye ma játszani fogunk, méghozzá Tomás Kuránnak a Dragon Warrior-jával, amivel a top 100 Wide Legend lett, úgyhogy erre lehet ma számítani. Na gyertek velem! Na, és akkor nézzük a decket, ugye semmi meglepő nincs benne. Zotz First Mate, Patches, Sir Finley, Murgleton, ugye az, ami teljesen szokásos. Az izgalmas dolgok a Town Crier-en indulnak. És hát ugye van Alexander's Championünk, ugye? Mert az mindig is jó volt, ugye a Raider, a Berserker, és hát egy igazi csodálatos dolog, ugye a Lancer. Zseniális, tehát hogy ezt a lapot még ugye nem láttuk nagyon értelmes deckben működni, nyilván standardben volt Dragon Warrior próbálkozás, de ez nem volt az igazi. És hát igazából mi az, amivel jó nekünk a Town Crier? Főleg ugye a Darius-szal, és ugye dupla Militia Commander-rel. Semmi más nem látok hirtelen, ami rásos lenne, de ugye három lapért már önmagában megéri játszani, mert egy drop, és hát ugye van lótevünk, van Scorcherünk ugye a sok paladin ellen, és hát még vannak itt ilyen mindenféle csodálatos dragon szinergiás dolgok, úgyhogy izgalmas, ígérkező dolog, és sok minden ellen tud jó lenni, majd meglátjuk, hogy mondjuk mennyi big priestet kapunk a létrán, és hogy ellenük hogyan fogunk muzsikálni. Folytatjuk ott, ahol tegnap abba hagytuk, rank 3, egy csillag. Na. Akkor a Scorchert valószínűleg tartjuk, ha találkozunk vele. És elsőnek megyünk, de most csináljuk meg így a dolgot. Szeretnék korai droppot, de a Scorchert mindenképp meg akarom tartani. Izgalmas a kérdés. Hát, még van némi esélyünk arra, hogy egy dropot húzzunk, ami nem pecsíz, legalábbis nagyon remélem. Na, egy drop. Egy a 27-hez. Sosem egy drop. Kérdés, hogy ez most Alexander's Champion, vagy a... Csináljuk meg ezt. Így annyira nem fedjük fel egyelőre még aljas terveinket. És így ugye egyel kevesebb az esélye annak, hogy a Patches kijön. Van egyfajta keze a srácnak. Ami azt mondom hülyeség volt. Biztos, hogy azt csináltam volna, hogy ezt megvédendő arra rakom. Nem volt értelme beleütni. Jó lenne most egyébként valamivel le tudom szedni, ez pont nem olyan. És a Scorcherre mindjárt megoldjuk a helyzetet. Jó, tökéletes. Milyen jó sorrend, igazából mindegy, így is úgy is meghal. Ez biztos? Nem, full trade-elünk. Rush
És egyelőre a filmit nem játszom ki. Nem akarok az Armor Up-ról lemondani. Ez rendben van. Az is. Így. Ez így már elég nagy fenyegetés, azt hiszem. És erre rá lehet rakni a Draconidot. Jó. Hogy lesz a jobb? Mert ugye 18-at tudok ütni, 24-ben van. Kiszámolta a srác. Kiszámolta. Ja. Jó. Jó, nem volt letálunk amúgy, de így rájött, hogy nem sok HP-ja lesz. Dragon Warrior. Dragon Warrior csodálatos. Amúgy lehet, hogy gyorsabban is visszamehettem volna, és reménykedhettem volna benne, hogy hát, ha megkapom még egyszer, és akkor így... Free win. Na! Hát és a kedves ellenfelünk az egy mocskos patkány. Jó. Nem kérem. Viszont a frottingot sem. Szeretnék erősen kezdeni. Nincs egy drop a kezemben, nincs két drop a kezemben. Csodálatos. Ennél szarabb kezdést. Lecserélem a drága kezem és kapok egy még drágábbat. És úgy tűnik, mintha Control Warrior lennék. Enzo's First Mate. Mert ha most kimenne az Enzo's First Mate, a frottinggal az annyira jó lenne. Na így már nem. Nem tudom megoldani. Na jó, trade-ejta. Az hiénával ciki csak. A hiénával nagyon ciki. Mondjuk, ha hiénázik, akkor Quarkon elit jók vagyunk. Wow. És most fognak jönni majd az egy dropjaink egyébként, tehát amikor már nincs rájuk szükség. Darius. Darius az még mindig jobb, nem? Mert meg kell, hogy oldja. Akkor viszont ezt. Belecsapja az egyik 3-2-t. Ja, értem. Srácnak aranykeze van, de hogy így konkrétan. Vagy én húztam nagyon szarul. Ez is benne van. Na, az Enzo's First Mate kéne, amikor van nincs rá szükség. Elég király. Mondjuk most trade és a Scorcherrel tudunk takarítani, és onnét még lehet visszaút. Ez jó. Így nem lesz, eredendően, mert belecsapjuk. És meg.
Ezt a szart. Ha az Enzo First Mate egy 5 körre korábban kijött volna, ezt meg lehetett volna nyerni. Édes Isten. A srácnak nagyon adta a win streaket a Blizzard. Tehát, hogy ilyen kézzel én se kaptam volna ki. Dupla Kindly Grandmother és dupla Razor Maw. Én még nem kaptam 3 droppot se. De azt mondom, volt egy 3 droppom. És ugyanaz a mocsok. Na, akkor most megmutatjuk neki. Már sikerül. Jééé! Most valahogy teljesen más a történet. Jó, eldobjuk-e az operatívot, vagy a crushert, ha azért, hogy patches kapjunk. Remélem nem kapunk patches-t amúgy. Na, sosem patches. Jó. Na, 1 a 27-hez a patches-re az esély. Nem patches. Így azért teljesen más lesz a történet. Jó. Ez nekem nem van. Az csodálatos. Lehetett volna, hogy fordítva is. Ja, fordítva jobb lett volna, mert fennmaradt volna egy Towncrier, mindegy. Viszont úgy hármat sérültem volna. Mindegy. Ez akkor rossz, hogyha most Animal Companion és abban a Huffert kap. Minden más esetben ez elég király. Meg hogyha húzok egy sárkányt, akkor ez így nagyon jó. Jó. Sárkány. Sosem sárkány. Na mindegy. Még egy kükset? Na mindegy. Ez viszont Darius minden esetben, szerintem. Vagy... Elő lehet adni lassan is, de szerintem a Darius az egy nagyobb fenyegetés. És akkor innét mehet a Corcoran Elite. Jó. Corcoran-nal megesszük a hiénát. Csináljuk ezt is amúgy. És akkor inkább így megyegetünk a letál felé. Ugye ez egy 10-es Corcoran-nal. Nem akartam egy HP-re rakni, tehát egy HP-s Corcoran-t így nem teljesen szerettem volna. Jó. Militia Commander. Ja, mind is jó. Ja, és akkor innét jó lesz egyébként a Crusher. Jó. Egy 5-ös, hát igazából tök mindegy. Kérlek. Na és akkor ez innét letál a következő körben.
Nem taunt. Lol. És hát valahogy véletlen ez is összejön, mert csinálok egy ilyet. Na hát, üdvözlet! Visszavágtunk. Minőségi visszavágás volt. Na. Egy jó kalózrók, vagy hát Kingsbane, vagy hívjuk bárhogy. Jó. A Scorcher csinál itt valamit, szerintem sokat nem. Ő jó, de a Corpont sem akarom. Valószínűleg egy fokkal agresszívabb nálunk, ugye? Na, mondjuk kellene egy sárkány, hogy így minden működjön a kezemben. Az nem rossz, kezdjünk ezzel, nem, ezzel kezdünk. Nem akarok patchy stop deckelni. Jó. Ez biztos. Ez tuti. Ez is. Jó. És van tauntom, ami mondjuk ellene tök jó lesz. Neki meg van szepje, ami a tauntom ellen lesz jó. Fenn. Jó a fenn neki, mert fennmarad a tank rájár. Nincs nála a második. Oh. Kellemetlen. Pecsiz a pecsiszt. Lehetett volna Coin Corcoran is igazából, vagy a Militia, de... Az így jobb. És ugye ő az agresszív, én vagyok a midrange, tehát itt most az van, hogy nekem kell tartani az asztalt. És nekem kell trédelni, gondolom én. És armor rappolni majd amennyiben lehetséges. Az igen. Trédeld le kérlek. És a Militia itt jobb ugye. Mert neki 5 HP-je van, és ez fennmaradt szemben a Corcoran, ami csak így belehal. Szép. Na, sárkány. Az egy sárkány. Trédelünk mi, gondolom. A másik lehetőség az, hogy Scorcherezek, és belecsapok mindent, de kimarad egy nagyobb test. Az se rossz szerintem. Csináljuk ezt, ez jobban tetszik most. Elbasztam. Elbasztam. Édes Istenem, ez az én hülyeségem. Most nem lenne ott a 3-2. Jó, 3-mal kevesebb HP-m lenne. Nem lenne ott a 3-2. Picsába. Nem figyeltem. Túlságosan már azt számoltam, hogy és akkor a Darius-szal trédelünk, és akkor az fennmarad, és akkor... Valószínűleg egyébként ez erre... Ezzel most eldobtam a meccset valószínűleg. És így most ugye az Alexstrasza Champion-es szinergiám is elment. Wow. Ez így izgalmas. Jó, azt le kell szedni. Wow. És leütni. Izgalmas. Frotting nem jó. De a Darius megcsináljuk, ez biztos.
új lapot talált a kedves barátunk, úgy tűnik. Egy sárkány kéne, és így igazából minden jó lenne a deckemben. Belecsapja. Kérlek, csapjad. Ez az. Egyelőre azt kihagyom szerintem, és megyünk így. Azt lehet, hogy meg lehetett volna hagyni végső burstnek, de szerintem ez így elég jó. Fenyegetés nem tudta megoldani másképp a Darius, tehát hogy így. Erre nem számítottam az előbbi misplaynél, hogy ezt megnyerhetjük. De ahogy látom, ő sem. Játszorul és jutalmazódj meg. Tudom. Na srácok! Tomás Kuránnak a Dragon Warrior-ja egészen jól működött. Érdekes, hogy tudtunk vele létrázni, és tudtunk vele nyerni. És ez a Hunter adok kapok, ez igazából tetszett, főleg így a visszavágó rész az azért jó volt a lelkemnek. És hát a stratégia, amit mondtam az elején, hogy nyilván egy dropokat tartunk, meg ilyesmit, Paladin ellen tartjuk a Scorchert, és körülbelül ennyi a történet. Valószínű a low tab előkerült volna, hogyha nagyon sok a Priest, legalábbis én biztos, hogy akkor tartottam volna, hogyha találkozunk vele. És hát minden más pedig magától értetődik ebbe a deckbe, ugye semmi nagy megoldás nincs benne, ez egy jófajta midrange deck, ami ugye sárkányos. Na hát akkor ennyi lett volna most ez a Dragon Warrior, én örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk holnap. Sziasztok!